Pesti szkellából. Sokat törtem a fejem, hogy hogy is mutatkozzak be, egy olyan jó két-hármórás beszédet el is készítettem, amivel le tudnám írni a zenekarnak az eddigi életpályáját, megvalósításait, jövőképét, meg mi egymás. És nagyon-nagyon jól is hangzott az egész, nagyon tetszett, többször felolvastam a társaságnak, mind elaludtak. Nekem még úgy is tetszik még mindig, de valahogy ne beszéltek, úgyhogy ezúttal csak egy fél órát fogok beszélni a két dal között. Mindenképpen az előbbi dalokról csak annyit, hogy oldvai csángó dallamokra szoktunk, vagyis készítettünk jó néhány műsor, ami lassan ilyen pille dalokét vonult be a köztudatban, ugyanis az első az a moldvai csángó rock balada volt, a pille, ami köré épülnek a dalok. A utolsó dal az pedig a tavaly decemberben készült gyerekműsorunknak egy darabja. Azt hiszem, hogy bemutatkozásból nagyjából ennyi elég is lesz. Az új műsorunkról lesz szó többnyire. De azért mielőtt játszanánk a karácsony dalai közül, azelőtt engedjék meg, hogy egy néhány Mikulás dalt is eljátszunk, amit nemrég játszottuk otthon Csíkszeredában, majd a sikerre. Aki ismeri, énekelje belőlük. Thank you.
igazából nem hallani, hogy énekelnek előtt, sajnos éppen szeretjük magunkat is visszahallani, de jó lenne hallani a közösséget. És úgy érzem, annak is elérkezett az ideje, hogy lassan táncra perdőjük, tehát hogyha a dalokat nem pedig énekelnek, akkor táncolhatják nyugodtan. Ugyanis a hely varázsa is sugall bizonyos dallamokban, elképzelésekben, ötletben, és a legszebb dalok mindig a helyek inspirációja alatt születnek. Hát ott a lényünk Csíksomjó tövében, és elkerülhetetlen volt, hogy egyszer csak közel kerüljünk a tárgyi kódexhez, ami egy fantasztikus dolog, mindössze ennyit tudok mondani róla most hirtelen. Következő dalunk az a Kármi Kódexből van. Thank you.
léptünk a karácsonyi műsorunkra. Következőkben csak karácsonyi dalok fognak szólni, és azért, hogy egy kicsit a hangulatot is hoztunk a hargitával néhány fenyőágat, és jobban érezzük magunkat az illatoktól, és néhány végcsest is hoztunk magunkkal.
Békesség, békesség,
Köszönöm, hogy végre közeledve szeretném megköszönni a szervezőknek, a városnak, a kisztatásunkat. Különbeink a Róla Szenekar, melynek tagjai Nagy Ferenc Balogra, Veszély Mitár, János Kintra, Külia Néha, Balázs Zoltán Zsolt, Sánta Zsuzsána, Milányi Sánta Gondol Egesei Ének, a két perkusziós lányunk pedig Kárkosi Eszter és Szabja Rina, én pedig Nagy Tivadar lennék. Thank you.
köszönöm.